kapcsán kialakítható egy olyan személyes biztonságérzet, amelyen le tudod győzni a vezetés nehézségét. Felelősség. Se király, se törzső, se alapvető nem alkalmas vezetőnek, ha nem vállalja a felelősséget, ha nem képes elvégezteti a munkát és betartatni az utasításokat. Hitelesség. A vezetőnek hiteles személynek kell lennie, aki méltó képviseli a munkat szavaival, cselekedeteivel és egész magatartásával, barát és ellenség előtt egyaránt. Azonnal le kell váltani az olyan vezetőt, aki elvesztette a hitelét, mert nem lehet többé megbízni benne. Áldozatosság. A vezető alapvető tulajdonsága a megalkulás nem tűrő igyekezet, akarat, a rábízott feladatok végrehajtására. A gyenge csak akkor kitartó, ha a dolgok úgy mennek, mint a tanítás. Megbízhatóság. Ha egy vezetőben nem lehet megbízni, hogy minden helyzetben teljesítse a feladatát és vállalja a saját felelősségét, váltsd le. Gondosság. A vezető alapvető tulajdonságai közé tartozik a gondoskodás képessége. Úgy kell szolgálni a végét és társait, hogy bizalmat, hűséget érezzenek iránta. A vezetés utáni vágy című fejezetről a vezetésre törekedni kell. Azt mondja Desztrover, Attila apja Munzur halála után Rukilla a nagybátyja lett az uralkodó, aki húsás jutalom fejére hamarosan felajánlotta a szolgálatait a császári udvarnak Rómának. Attila korai fiúságából itt elődei dicső múltjában, mondáig van népe erejében, amely régtől fogva hatalmas ősi nép volt, akiket nem lehetett szolgaságra kényszeríteni. Attila bátran bírálta Rukilla politikáját, mondván, aki mindig többet hivatott. Korai fiúsága óta terveket szövegetett a hun törzsek egyesítésére és Róma elfoglalására. Amint Rómából hazatérhetett a lépéhez, nem törekedett mindjárt a hatalom megszerzésére, türelmesen várt, minden lépését megtervezte. Utazott és vadászott, idejét a tervek kidolgozására fordította. Akkor vette át a vezetést, amikor az arra az idő elérkezett. Megjegyzi a kérdés, hogy a keleti népek szokása szerint az apát nem akkor a követte a trónon, nem feltétlen, hanem a rangidős családja, például a királyok se. Itt lett Rukilla, a ruha vagy joga, azok az uralkodó. Attila a fegyelmezettségét nem is mutatja, hogy 40 éves koráig vártak róla. Ez a tény szöges ellentétben áll minden párttal és gyalázkodással, amely olyan kártástalan vérendőnek állítja be, aki a trónra jutásért mindennek tett volna, még a pártját mindent is megölte volna. De Attila valóban következetesen tervezte Európa egyesítését. Uralkodása alatt a hunok hatalmas birodalma egy időben Kínától az atlanti óceánig terjedt, sokkal nagyobb volt, mint a római birodalom. Az egyesített rokon népekkel, a letöltött vagy behódolt királyokkal és népükkel szövetségesként vált. Attila szénaranyasztalánál 28 koronás királyunk, akik aranytányérból lettek, aranyserdekből ittak, még Attila hatányérból, fakutából. Mondja Otto, mentsen eltem, Lidert der Hanen, vagyis a Hunok világa című könyvében. Attila, a vezetésre törekedni kell. Nincs nyugtalanító, mint ha olyan királyra törzső vezetése alá tartozik, aki nem elkötelezett, akinek nincs felelősség tudata. Az elkötelezett vezetők, akik vezetésre törekednek, azért, hogy szolgálják a közösséget, kitűnnek bölcsességükkel, őszinteségükkel, jó szándékukkal, tekintélyükkel, szakértelmükkel és bátorságukkal. Népük szolgálatában emberségesek, és ügyük szolgálatában elkötelezettek. Azok a törzsők nem elkötelezettek, akik elhagyják harcszegőket. Nos, unok, most megkérdezném tőletek, honnan tudhatom én, akiről képességeim elegendők előtt törzső lehessek? Ajánlás. Aki vezetésre vágyik, annak mindenek felett erős felső készítésre és megmérettetésre van szüksége. De a személyes elismerést becsületes úton.
Képesnek kell lennie felülkerekedni a bal szerencsét csüggedésen, visszautasításon és csalódáson. Ne kapd túl fogom a hatalom után, ez sok apukását okozta már. Meg kell őrizni a hidegvéredet, ahhoz, hogy vezetni tud, gyakorlattal és lehetőségek jó kihasználásával elő kell készülni. Emlékezz arra, hogy a siker nagy részt attól függ, hogy hallgatom, hogy egy kemény nem fogod érte. Következetesnek kell lenned az ellenkezések és kihívások ellenére is. Mindig józanul, megfontoltan cselekedj. Ha nehezebb is a feladat. Ne engedd magad fenyegetni, se a társaitól, se a tehetős vezetőktől, se az alárendjeitől. Inkább okosan választ ki a rátermett kapitányokat az eredményesség érdekében. Személyes, önzetlen áldozatot kell hoznod azokért, akiket szolgálsz és vezetsz. Ilyen áldozat például nem vezel részt a törzs vadászatán, időt és fáradtságot nem kivélve, türelmesen neveled az alárendeltjeidet, a saját szükségleteid rovására is. Ha másút a személyes megjelenésed szükséges, akkor a saját táborodban ott kell hagynod az ünneplést. Szenvedélyesen kell akarnod a sikert magad és húgyaid kimagasló eredményei elérése érdekében. Tudatosan, állandó tanulással fejlesztened kell a képességeidet a hivatásod érdekében. Ez nagy áldozatokkal, előkitejtéssel és a saját érdekeid belátásával jár. Viselkedj természetesen, ne légyünk el, letermészkedj, tetszel egy hamis sportban, szemek elnéznek a hibáiddal, és azon igyekezzük napról napra jutkostolni. Azzal a figyelmeztetéssel bocsátalan mutatóta benneteket, hogy sose fogadjátok el a kinevezést, ha nem akarjátok meghozni a szükséges áldozatot, a hivatásokat, jó betöltésében. Veszkodert és társai Attiláról alkotott véleménye és Attiláról mondani valója igen eltér a nyugati történetíró többségének munkáitól, akik csak nem kivétel nélkül lealacsítító jelzőket, mint a virág történelem egyik legnagyobb hatalmi vezetőjéről és már uralkodójáról. Jordán ez Attila forrása, aki új árkozódott, hogy Attila foszlókától és harkastól származott, meg később a nyugati történet Tisztelt nézőim, kedves hallgatók, szeretném
szeretettel és tisztelettel az önök és a Hermanokó társaság nevében szeretném megköszönni Bíró Józsefnek és Bíró Máriának az előadását, és mielőtt átadnám önöknek a szót, szeretnék egy gondolatot azért hozzáadni. Az Attila nagyságával kapcsolatosan számos irodalmi alkotás jött létre, de ilyen alkotással még nem találkoztunk az írók is. Tudjuk azt, hogy ebben a korban, tehát itt a 450-es évekről van szó, ebben a korban számos olyan esemény történt, amelyre utalt a bíró úr, erről már beszélgettünk annak idején, hogy hogyan is történhetett ez a 451-es évnek az eseményei, majd a 452-es évnek az eseményei. És pedig arról van szó, hogy a rómaiakkal vívta Attila élethalál harcát a Duna torkolat vidékén, ahol a bátyja életét is vesztette, pontosabban Buda. Attila érdekes módon itt vívja a élethalál harcát, és mégis Katalonba el tudott menni. Ugye a fám erről szólt. Arról beszélgetünk annak idején, hogy hogyan létezhetett ez, hiszen ezen a területen a fáma szerint ugye az van, hogy mintegy 300 ezer harcosa oda vetett. Hát azt jelenteni számomra, hogy ezen a területen régészeti feltárásokat, ha végzünk, akkor hihetetlen mennyiségű emberi maradványokat kell, hogy találjunk, fegyverzetet, és más egyéb olyan leletanyagot, amely bizonyítaná azt, hogy ténylegesen a hunok ezen a területen jártak. Ezzel szemben a régészeti kutatások, a feltárások ennek a területnek megtörtént, tehát a feltárások megtörténtek, és ezzel szemben a legjobb tudomásom szerint, de még ezt senki nem cáfolta meg, egy őrcsatot találtak, hun őrcsatot, és egy törött kivéget. Kérdezem én azt, hogy hogyan létezhet az, hogy csak ennyi tárgyi lelet maradt ezen a területen. De még egy érdekes dolgot akkor hagyd tegyek hozzá. Ugye a nyugati krónikákban leírnak olyan dolgokat, amit feltételezni nem tudunk, aki egy ilyen nagy stratéga volt, hogy a magaslati pontokat befoglalta volna el. Ez az egyik. A másik, amely megdönti azt az állítást, amit a nyugati iratok tartalmaznak, és pedig az, hogy ilyen veszteség mellett 452 tavaszán elindul Rómába, mert az új sátár elfelejti, hogy a békeadót meg kell fizetni a hunoknak. És mi történik? Róma aláérve a pápa elébe meg, letérdelteti a pápát, és megfogadtatja a pápával, hogy Róma fizetni fogja a békeadót. Megígérte a pápa, és ez a barbár király mit csinál? Megfordítja lovát, és nem rombolja le Rómát. Akkor miről beszélünk? Hát ő volt az a barbár király, ahogy a bíró úr is fogalmazott. Igenis, felvilágosult ember, és nem is akármilyen felvilágosult ember. Én a magam részéről nem ezt a területet kutatom, de kapcsolódik az én kutatási területem is valahol ahhoz, amit a bíró úr kutat. A szellemiség kérdésével foglalkozom én elsősorban. De hihetetlen módon, ha megnézzük azokat a tárgyi leleteket, amelyeket föl lehet tárni Kazasztán területén, föl lehet tárni Perzsia északi területén, Suméria területén, és sorolhatnám egészen a Kárpát-medencén. Hadd mondjam azt, hogy igen-igen avatott szemnek kell ahhoz lenni, hogy ezeket a tárgyi leleteket meg lehessen különböztetni, hogy honnan, mely területről származik.
Tehát egy fejlődési folyamatot föl lehet fedezni rajta. És innentől kezdve, miről